Három névtelen amerikai tisztviselő azt mondta az amerikai portálnak, hogy télen az Ukrajnába szállított egyes fegyverek és lőszerek elkezdenek kifogyni a készletekből. Szerintük elsősorban a 155 mm tüzérségi lövedék és a Vál által elindított Stinger ellenes rakéták hiánya. Ezen túlmenően vannak más típusú eszközök, amelyeket nem lehet gyártani. Ide tartoznak a ártak radar csökkentése, az MLR rakéták és a Javelin Vál rakéták. Az évek háborút vehetnek igénybe. Nem számítottak rá, CNN emlékeztetett arra, hogy az afganisztáni konfliktus vége után az Egyesült Államokban a fegyverek mennyisége esett vissza. A háború kezdete óta azonban az előállított eszközök összege ismét megnőtt. De Ukrajna hónapok támogatása továbbra is terhet jelent az amerikaiak számára. Nehezebbé és nehezebbé válik. Ez egy háború, amelyről azt gondoltuk, hogy napokban véget ér, de most úgy tűnik, hogy évekbe telik. Ma, amikor a globális ellátási láncok elakadnak, a nyugat nagyon nehéz lesz kielégíteni ezeket az igényeket, Mike Quigley, a hírszerzőbizottság tagja elmondta a CNN-nek. Eközben a Pentagon szóvivője, Patrick Ryder elmondta a portálnak, hogy az Egyesült Államok mindaddig támogatni fogja Ukrajnát. A CNN-nek beszámoló tisztviselők azt is kijelentették, hogy az ukrán fegyverek még nem befolyásolták az amerikai hadsereg felszerelését. De nem zárják ki, hogy ez a jövőben megváltozik, és elkezdi küldeni az ukránok számára a saját tartalékukból. A portál idézte Mark Kenshönté, a Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központjának amerikai elemzőjét, aki korábban azt írta, hogy míg az amerikaiak a legtöbb fegyver könnyen szállíthatók, vannak olyan típusok, ahol a rendelkezésre álló készletek a minimális szinthez közelednek. Azt is megjegyezte, hogy egyes eszközök szállíthatók Ukrajnába, így szükség esetén cserélhetik az amerikai szállítmányokat. A Pentagon szempontjából egy szeptemberi jelentés beszámolt arról, hogy e 155 mm-es lövedékek közül több mint 806 ezeret adtak át Ukrajnának a háború kezdete óta. Az orosz rakéták szintén fogynak röviddel a háború kezdete után. Márciusban feltárják, hogy az oroszok elfogyhatnak a rakétákból, mivel sok fegyverüknek olyan nyugati eszközöket is igényelne, amelyeket a szankciók miatt nem kapnak. Az ukránok nemrégiben kijelentették, hogy rakétakészletük több mint 80%-át már használták. Azt is mondó jel lehet, hogy bizonyos esetekben az eredetileg hadihajókra szánt rakétákat az utóbbi hónapokban a földcélok ellen telepítették. Másrészt Oroszország kaphat ellátást Iránból, amelyről azt állítják, hogy a kamikaze dosz mellett ballisztikus rakétákat is vásárol. Csütörtökön percről a háborúra vonatkozóan itt olvashatjuk az adást.